Egy felhőn ülök, fent a város fölött. Láttam, hogy az ég is mennydörög. Gaten Orly, kezdés. Ja, igen? Oké, Gaten Orly vagyok, Vice Stories végigjátszásom folytatásával jelentkeznék. Drága grosszügyes barátaim, pajtársaim és minden tisztelt egybegyűlt. Szóval, ugye mondtam, hogy a 40. részben most már a fősztorihoz újra visszabonyolódunk. Mondtam, hogy azt is, hogy mendezék, az nem akarok menni, elég volt az előző követéséből. Még mindig emlékszem, igaz 30. része volt az, de én még mindig emlékszem arra, hogy mennyit szívtam az a követéssel. És I want to know with love is! De mindegy, nem az a lényeg, inkább nézzük meg Renit. És eszembe jutott valami. És akkor lefő. Nem, mert mindig nem lefő. Na mindegy, akkor nem lesz lefő. Na. Hú, már alig vártam, hogy újra visszatérjek, Jézus Mária! Volkilmer. Na. I want to know with love is. És akkor most megtréfálom Mendezt, mintha mennék a küldetéséhez. I know where's it. Amúgy drága Armando barátom. Ezt a szökőkutat, ezt te csináltattad? Ez mire akar hasonlítani? A háziátadra, vagy a intim dolgot egyikére hasonlítani, hogy mi a jó Isten akar lenni ez a szökőkutat? Sose tudtam, mi ez a teknős? Na mindegy. De szép, tényleg így megyek Renihez. Hát egyből eldöntöm, most akkor férfi nő lesz. Na mindegy. I want to know love is. És akkor Efré! Stingben is itt van, na! Nem izé, nyert a lottom. Na mindegy. Itten elfelejtettem, és nem felejtettem el. Ezt is meg akarom csinálni, ez is egy mellékület, és beletartozik a száz a coach. A PS2-n van még a kikötőben egy ilyesmi, csak ott kamionnal kell meccsel. 2 perc alatt, vagy 3 perc elnézést, csak vakoljuk. Minél több idő, kárt, anyagi kárt csináljunk a Vice City lakosságának, nagyon jó. Jézus! Na így aztán nem csak anyagi kár lesz, hanem testi kár is magunk részéről. Na, de aztán a fasza, nem tudom, egy kicsit ilyen szénszrovos érzésem van, de véget ért Ivan. Don't know what love is, Jézus, mert belemegyünk Armandóikba, a házba pedig még béletet sem veszünk. Jobb lenne Armandóknak is azért busszal mennének mindenhol, nem limuzin, meg izé. Mi a Stinger? Busz, hol áll busz? Na mindig. Mindegy, csak egy kis rövid kitérő. Főn nagyon nem érdekel, hogy Armandóik mivel utaznak. Na. Remélem, hogy ha kiég, akkor még több pénzt kapunk. Oho, mennyi pénz. Dől a lóvé. Csak hittem már beszélni, mert megint nem tudok. Még mindig nem tudok. De inkább úgy mondanám. Paradise FM. Itt vagyunk a Paradise-ba. Jó látni ezeket a gyönyörű színeket, főleg most én tiszta kör van, meg kint van minden jóság. Szóval tényleg örülök. Jézus Mária! Ezek a sárkocsik azért bírják szuflával, de nem elég jól. De mennyi kár kell csinálnom, hogy az mindegy, 1000 dollárt már összegyűjtöttem, önkormányzatban fizet, vagyis valami ilyesmi. Azt nem írja. De hogy nem? 2000 dollár. Aha. Jól van, zsír. Na, ott meg elütötték az Krisztiánt, Zábort. Na. Egyes különözést, azt rakjátok be. Ez az, most már rendes. Jajaj, ahonos volt. Jajaj. Ki tudja, hogy itt nézét? Nem is ezt az ajtót. Hogy tud bejönni a szemét a buszba a rendőr? Nem mi tudjuk csak kinyitni ezt az ajtót? A buszoknál így van, ez nem. Mindegy, én nem tudom. Phoenix, az biztos több pénz. Kóstál. Never happens to me. Tiri. Ja, és tényleg nem mellékületésekből áll természetesen a rész, mert mondtam, hogy ez a fő küldetések. Újra debütálok vele, és egy nagyon nagy emberrel fogok debütálni ebbe a részbe. És nekem nagyon imponál. De többet nem akarok beszélni róla, és mindjárt összegyűlik a 2000 dollár. Nem tudom, mennyit bír ez a busz. Hát, hogyha ilyen 80 éves busz, akkor biztos sokat. Jajaj. Jó, zsír, good. Még most se csináltam meg azt a mellékületést, amit ugye Mission Fire-t kaptam érte legutóbb. Na mindegy, majd megcsináljuk. Természetesen videó nélkül. Videón kívül nélkül. Na, annyit elbeszélek, hogy 20 másodpercük van, most már annyi sincs. És még mindig, bonyolítok már fel, komolyan mondom gyerekek, én nem akarom még ezt a
Ajjajjajjajj, baj van gyerekek! Ez szó, mamma mia! Akkor is sikerülni fog! És sikerült. Zsír. Nem kétem, oké, mert esked. Jajjajjajjajjajj! Pa-pa-ra-pa-pa! Tiri-ti-ti-di! Jó, Reninek visszavisszük a buszt már. Darling, hova tűnt a buszom? Jövök, Reni, jövök, drága kis Renikém. Mert drága, hát jó. Jó. Itt is vagyunk, és akkor nézzük a harmadik küldetését, és ebben a maszkból vagyunk, engem nem érdekel most már. Tidi. Te spanyolul beszélsz, az közben kínai vagy? Hát szabad ilyet tenni! Na mindegy. Jó, na. Induljunk a küldetésünkre. Ó, ez meg nem Spitz, ez Spitz, gyerekek! Spitz, hello! Ugye, akivel lesz üzletelt. Akkor ide térünk a másik szigetre. Meg se ismeri az embert, ilyenek az emberek. Nem meg se ismerik a barátjukat? Na mindegy. Kill Phil. Hát remélem nem kell kinyírni Phil Cassidy-t. Bár... Tessék? Ki ez az izé? George Michael re egyáltalán nem hasonlító ember. I perform well, knowing people want to drill me full of holes. But I am unique, darling. Ez a darling, ez mindegyik átvezető, Reni átvezető videóban benne kell lenni. Darling. Majd köztem ilyen kutya tápod darlingot, azt majd megelheted. Wunderbar. I'm Vic. De a mozg múlcs is persze. Amúgy filmstúdiót rabolni jöttem. De milyen szépen nézünk ki. Átvezetőben még sose láttam így Vicket. De szépen nézünk ki. Az a ajak, az a pitty. Ez igazi, ez... El President. Ki ének hát a Mr. El President. Nem tudna ennek a nőnek azt nevet. Pénzbe kerül, bátyám. Azt hiszed, hogy azért rablós maszkban vagyok, mert minden, azt nincs pénzem. Pénzbe kerül. Jó van, milyen keze van ennek a rejnek gyereke? Mint aki 10 óra hosszát dolgozik a kukoricaföldeken. Na, Darling. Te nem Darling vagy. Egy kicsit ilyen jó kis ilyen tájszólással beszélgetsz. Ilyen nagyon angolnak tűz. Nem megyünk deluk szóval. Én... golfkárral szeretnék menni. Na, ez egy Barry, úgy én a Barry. Na, gyere. Kicsi Barry, kémbe Barry-ünk. Na. Nincs egy gyönyörű golfkocsival, egy afroamerikai maszkos gangsterrel, egy ilyen angol, nem tudom kivel nézni ezeket. Én extázisba kerültem most. Na, Paradise. Ez Barry-ként mit hallgatsz amúgy így fénykorodban, szabad időben. Nagyon szép vagy amúgy, tényleg. Kopaszott, pedig még csak 30 éves vagy. Jó. Pa-ra-ra-pa-pa-pa-ra-pa. Tiri-tri-tri, I'm feel the world is true. Jó, Flash FM, azt mondom, pop-pop-pok legyünk. Oh, Easy Lover, Phil Collins. Ismert Phil Collins, Barry-ként. Ja, nagy izéje vagyok, hódolója a úriemberek. Na, itt meg van egy pajzs is. Jó, vigyázzad, Barry-ként. Így szoktam a golf klubba is. Na mindegy. Na, akkor vegyük fel azt a emberedet. Jó. Te előre jössz, Barry, vagy hátra? Gyere már! Na, magyarul. És akkor refrén! Na, léve! Nem tudom, vajon kit vehetünk fel? De ez a Phil Collins-os szám nagyon jó. Oh. Na, Sentinel X-es, az Armadoi kód. Szereted Phil Collins, Barry? Ja, nem, kirepülsz az ablakon, de hirtelen. FPS mód. Oho! Ja, itt a jobbra éles kanyar. Ápon véget Phil Collins-nek. Na, akkor majd egy kis emotion. Ja, most már hallok valamit. Hirtelen azt hittem, hogy beszakadt a dobhátyám, de tényleg most már hallok valamit. Ó, itt lagó bárkém, de nekem nem mondom, mert nem nő, hogy... Na, itt vagy. Úgy is vagyunk, hogy a építési terület néten gyönyörű park volt, ahol senki sem járt, még örömlányom is, pedig itt vannak a közelbe. És itt élnek a közelbe. És akkor nézzük, hogy ki jön ide. Vice Citybe! Na, aha. Szellem helikopter. Neki megy óriás kerékne, gyerekek? Még Eddie Murphy segített. Ó, a naplementébe. Ki az a úriember? Ki az a jó fésült úriember? Jézus! Nem Jézus, de majdnem. Ki lehet ő? Nagyon hasonlít egy... Phil Collins-ra hasonlítana?
Phil Collins, te vagy az? Na majd mindjárt kiderül, de most védjük meg Phil-t. Na bizony, nem Phil Collins. Az igen, Barry ki megcsinálja a munkáját. Milyen bankrabló vagyok? Na. Ez kemény volt. Look, Barry, when I agreed to play oh, ez a city, ez az ember úgy beszél, mint Phil Collins. No problem, mate. Just some nutcase. Ki vagy te? Hey, aren't you? Phil, mate. Phil Collins. Phil Collins! Tudtam én ezt! Na. Ó, futtam volna, nem maszkba jöttem volna. Hát most nem látja a hajamat. Ja, nincs is hajam, kopasz, na mindegy. Ah, mindegy. Így találkoztam Phil Collins-szal. Baszkba! Mindegy. Shit van velünk, Phil Collins debütált a 40. résznél. Naplementébe ülök egy limuzinnal Phil Collins-szal. És nem Phil Collins számot hallgatunk. De hát a Flash FM Phil Collins szám szól. Ó, még Arnold Schwarzenegger is itt ilyen rendőrcsónakkal hozta a feleségét is, hogy hát lássák Phil Collins-t. Hát nem Phil Collins énekel. Bocs. Hadd nézem már meg közelebbről. Ó, Phil Collins. Azt még, én még csinálok egy pinscreen-t is. Phil Collins. Na mindegy. Szóval... Nem sok olyan ember van a GTA-ban, aki élő. Ki a Phil Collins. Meg... Még van egy-kettő. Meg Leslo, ugye a GTA 5-ből. Ő, a Leslo mindegyik GTA-ban benne van már, mint így a rádióban beszél. De csak személyes a GTA 5-be derült. De nem tudom, hogy jó ez, hogy Phil Collins berakták. Ez kicsit... Lehet, hogy szürreális, de én örültem, hogy Phil Collins belerakták. Mi a jó isten ez a piros csík? Giorgio, mi a jó isten? Giorgio, kik ezek? Jézus, arra ne menjünk! Phil Collins! Ne! Hú! Ne! Mi az? The Nemo has been destroyed! Ne már! Ne! Phil! Megmentelek! Izé! Baywatch! Cyber! Na várjam! Nos, én fogom megfullanni. Az biztos. Sose történt velem. Szerintem Phil Collins-t amúgy ki se lehet nyílni. De... A Dinimoz was destroyed. De Phil Collins-t tuti nem lehet kinyílni. Azon gondolkodik, a Rockstar mennyi pénzt fizetett Phil Collins-nak, hogy Phil Collins benne legyen a játék. Na itt fogunk megfullani, gyerekek. Odáig nem jutunk el. Jaj. Luis! Visel a sorsára Babynek! Lance! Hello! Lance nem akartam semmit csinálni. Ó, várjám, hát ezt nem hiszem el. Nem érdekel, hogy mission file-et kapunk, mi itt nem bugyborékolók. Mindegy, jó, nem vagyok ideges. De nem akartam. De jól leégtem Phil Collins-t, hogy gyerekek. Ennyi erővel meg Péter Sameket is behozhatták volna a Vice Stories-ba. Istenem, a... Tommy Vercet kettős anyárot. Na mindegy, ezért kell csak a B-vacsos mellékületéseket majd. De majd csak a B-vacsos ruhámba. Amit Reni ad majd. Hát ez fasza volt, ez tényleg, de hála jó istenek, itt van a Kaufman bátyánk. Izé, Ted, itt van Ted. Hello! Hogy van? Most tettem jó kis... Abátszalonnát! Szálljon be! Köszönöm szépen! Jó. Zsír. Jó, lehet most pajzs kellene. Nem tudom, hogy... Melyik bátor ember volt az, aki megtámadta Phil Collins-t. De bizonyára... Lehet a South Parkos gyerekek voltak. Na mindegy. Mi ez a úriember itt? Reni, kikkel foglalkozol te? Na mindegy, itt van egy pajzs, ugye ezt feltétlenül felhasználom. De nem tudom, mit ugrálom, hogy minden nyomogatom a gombot, hiszen már mentcsináltam a mentősküldetéseket. Hogy felejt az ember? Hogy telnek az idők? Vagy a napok? De az idők is. De az idők nem telhetnek. A idő telhet. A idők nem. Na mindegy. Csináljuk úgy, mintha nem is találkoztunk volna még Phil Collins-szal. Jaj, mit adhat Reni? Milyen küldetést adhat Reni? Jaj, de kíváncsi ők. Remélem van ilyen izé, hogy átvezető. Nem akar Jojo-val megint, hogy izé, hogy hívják ezt? Na izé, azt tudom, hogy hívják, Barry. Jó, most Deluxe szóval megyek, miért nekem most már? Na, hát a Phil Collins szól most a száma. Jaj, te szeretett Phil Collins, mivel te vagy a manager. Business? This not your business? Nem szeretem ezt a nagyon angolos beszédet. Megmondom őszintén. A Phil Collins sem a beszédje imponál, hanem inkább a zenéi. Olyan zené, mint Easy Lover, Another Day in Paradise. GTA 4-ben szólt ugye a Rock Radio-n egyes száma. I don't need, I don't care anymore, na.
Mert még Tarzan, mit tudom, nagyon sok számon. És csodálkozok, hogy ilyen beletettek a Rockstar, hogy énekest, egy valós énekest. Nagyon sokat fizethettek Phil Collinsért a Rockstarosok. Ebben a Vice részben nagyon... De nem tudom, ebben a részben hányszor mondtam el, hogy Phil Collins. Nem tudom, 200-szor biztos. De nagyon debut, izé... vagy három szám is benne van a Vice Stories-ban. Meg amúgy is a Gate a 4-ben is. Ja, hát ez már, igen, az már utána volt. Menj már innen, Gate Urb és Phil Collins-szám. Utána már örök barátság volt a Rockstar vagy Phil Collins-ben. Anyádat. Lehet jobban örültem, hogy Laura Brenningent hoztak volna ide. Vagy egy Stevie Wonder. Hát Stevie Wondernek annyira nem örültem volna, de na, jó. Én örülök így is. Na végre újra itt van, betöltem a ablaküveget, vagy a limuzin üveget. Na semmi baj, félkoznak jó ez a limuzin is. Nem, hogy BMX-re jöttünk volna ki. Jó, én még ezt a videót nem nézem, annyira nem volt izgalmas. Mondom, nem, azt még se lehet nyomni, gyerekek. Még nem lehet kinyomni, azért mert Phil Collins. De hogy nem lehet kinyomni? Na. Jó, most a magnumot előveszem, Phil Collins. Láttál? Most már csak Phil-nek nevezlek. Láttál te már ilyen magnumot? Jaj. Nem, nem a zenész társad vagyok, a Philip Bailey, a Easy Lover-ből, nem. Jó, már... Look Barry! Jó, már legközelebb, hogy a Rennyhez megyek, az biztos, hogy nem mazba megyek. Hát, hogy találkozok újra Phil-lel, és már meglát engem. Azt hiszi, hogy... Philip Bailey vagyok. Na. Valami jó Phil Collins. Ilyenkor én Rockstar-sok helyében Phil Collins számot tettem volna be a rádióba. Ennél a küldetésnél. Hermit. Nagy kurvázások mennek, ugye a rendőrségnél Phil barátom. Hát a rendőrség nagyon korrupt. Remélem nem ismert Arnoldékot, Phil Avalon. Na, itt vagyunk a Ocean Beach-en. De sok a beach, ugye? Na, Phil barátom. Jó, hát neked kell bemondani Vice-t, szerintem te már ezerszer. Nézzétek már! Szerintem a tüntetés van. Keresztbe van fordulva egy kocsi. Na mindegy, arra nem megyünk, Phil. És a zenésztársaiddal hogy vagy? Én nagyon szeretem a ő muzsikájukat is, a 80-as években én zenéket. Fergeteg ez zenék. Nem tudom, hogy vagy ezzel, barátom, mert nem vagy ilyen egoista meg minden. Fogalmam sincs. De olyan jó, hogy már megint ott jön valaki. Na mindig, arra nem megyünk. Szenóvá! És Guszti bátyám! Guszti bátyám! Most akartam mondani, hogy gyorsan jöjjön ide a kocsihoz. Itt van Phil Collins! Gyere! De hát ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ez már a köcsökség legfelsőbb határa. Ezt nem hiszem el! Hát ha ilyen hamar kinyíltak, az meg a sárkok is... Nem is a izék nyíltak ki, akik jöttek. A sárkok. Istenem! Ó, annyira mondjuk nem szeretem ezt a küldetést, hogy most háromszor is újból játszanom. Istenem! Na most akkor most Reese Witherspoon hozzátok, most már harmadja a Phil Collins-t. Na. Nem hiszem el, darling, Ren is csinál semmi, csak ott ülsz I got a special limo ordered. Let's go and get it, then pick up the boy. Pick up the boy. Na. Istenem. Ja, itt is, itt amúgy... Gyál már békén, Barry, na. Faszom se. Elnézést, jól beszélni, érdekel téged. Mi van? Hülyeséget beszélek össze-vissza. Itt ugye, ez mindig átéveztem a... Ne, ide ne gyere fel, mert lejönni nem tudsz. Lesz 5. Na. Ugye itt van a G-fegyver, az a nehéz G-fegyver, de hát már házunknál van, de azért... Még egyszer azért megmutatom. Hátha valaki nem gyűjti a rejtett, vagyis a légballonokat. Ne érkeljátok már ki, hogy mit csináljak. Amúgy az izi a... Hó, ez Barry? Jó megváltozott, mint a lesoványodott volna, de gyere már! Ó! Oh! Ever for my dreams. Together in electric dreams. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da.
Parárárá. 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 I never gave a play. Ezt nézd, Barry! Ezt egyik filmesre láttam még ilyet. Hua! Na. Jó, itt a pajzsot felveszük. Szomorú egy ország. Can you feel? Elton John ne! Elton John ne! Ja, ez ilyen egoizmus. Jó. Nothing's gonna... Glenn Medi Russia! Amúgy a Glenn Medi Russia, hogy hívják, ugye a Nothing Gonna Change My Life For You-t énekelte. Nem ő az eredeti ének is a Nothing Gonna Change My Life For You-nak, de... máshogy fogom akkor szerintem csinálni ezt a küldetést. Még egyszer nem történhet meg az, ami már kétszer megtörtént. Nem gondoltam volna, hogy ez a egy küldetés lesz benne a 40. részben, de hát így debütáltam megint a fősztorilag. Hát nagyon cool, nagyon cool. Ki mi ez a rózsaszín furgon? René itt van! Darling! Jézus már, már szívemből szólt René. Júj! I can change my life for you. Na végre, itt vagyunk. És akkor vajon ki jöhet? Lesz Cindy Lauper, jön! Hú! Ajaj, ajaj, ajjajjá, ria má. Mi a kordáik jönnek? Mint ha már ezt a videót én egyszer láttam volna. Vajon ki jöhet? Cindy Lauper. Ez Cindy Lauper. Na jó, elég út. Nem tudom kinyomni, én ki akarom nyomni. És akkor megjönnek rossz fiúk. Bad boys. Ajaj, mi az, hogy bántani akarját a Phil Collins-t? Mi az, hogy bántani akarját a Phil Collins-t? Na. Szabad ilyet? Na, azt mondom, hogy mit tudja én. Hú, nem szeretem Phil Collins beszédjét. A Dylan Vice City. Na, hát a Flash-e most már tényleg saját magad szólsz. Na. Most már sikerülni kell. Na főleg ez az izé. I will swim my dreams in my heart. Jó, így is sikerülni fog. De erre a hírra vigyázunk. Erre a... Na már megint jönnek. Hát nem hiszem el. Giorgio, watch his money back! Dezavú érzésem lenne. Jó, arra menjünk. Akkor arra, mindegy, jobbra menjünk. Olyan jó, hogy a Vice Stories-a szét tudnak lőni a kocsiban is. Pajzsom már lent van. Közben itt angol akcentussal itt beszélgetnek össze-vissza. Na fasz a massa grande. Minden lesz itt. Hát nem így akartam bemutatni a... Hé, hey, izé, épp... Fek a barátom. Nem kész egy autogramot Phil Collins-tól? Nem, inkább Michael Jordan. Nyilván... Jó, izé, maga az, nem? Összekevertem valaki mással. Én arra nénire gondoltam. Itt a néni, de mindegy. Hátra találkozunk megint az a nővel. Elkencsét? Rossz elejövök, jól van. Jó lenszere nem megyünk, a végén még izé. Kinnapolja Phil Collins-t. Tintin. Menj már innen, fuck you. Egy aláírást! Guszti bány, jaj! Szívesen, de most egy kicsit baj van. It's my life! Tintin. Na, Barry, mit csinálsz? Csak Phil Collins lehet hallgatni. Na. Jó, mindjárt itt is vagyunk. Pedig annak az izé jó kis, aki a Vidán Parkban volt az a né... Az asszony. Ennek úgy bemutattam volna Phil Collins-t. Jaj, legközelebb. Shouldn't we call the police? Szóval, amikor... Ondan a polisznek hihet állnos, azt mondjuk korruptak. This is what city... Who is this Giorgio you owe money to? Just a fan. Giorgio. Szóval, ő az a Giorgio amúgy. Are you in Hawk? És érdekesség, Giorgio, aki a Vice City-be Sunny-nak a unoka, mit tudja, valami rokonja, és ugye Giorgio-nak kell két tanult megfélemlítenünk, ugye Ken Rosenberg küldetés egyik küldetésénél. És akkor valamit meg tudunk venni a Sunshine autózás héten reggel lett. Hát igen, mindig derült, most olyan ébredek fel, hogyha megálltunk Phil Collins-t. Ti, ki az? Azt hittem Phil Collins. González! Victor! My friend! Gyere a voice-ba! Come and see me! Jó van. Majd megyek.
megnézzük, hogy mit tudunk megvenni a Sunshine Autosnál. Szóval akkor González itt, González is ad nekünk küldetést, ugye Reni másik küldetésénél debütált. Hogyha már ilyen szavakat. Hölgyem! Tudja? Jaj, egy szatír! Dehogy. Most találkoztam Phil Collins-szal. Jó van, mert én Laura Brenningen szeretem. Tűrű. Jó van, be is mutattunk. De amúgy Valkyrie-nek szerintem, nem mindig. Tűrű tűtűtű! Oho! Most mondja a rádiós csaj, hogy Phil Collins majd koncertet fog adni Vice City-be. Örömmel várjuk, reméljük, hogy 1000 forint lesz a jegy, nem 20 000. Na. Jézus Mária! Ez nagyon nagy csapódott, mint egy aszteroid. Aztán kulhú! Now we're stopping star. De én... González. Nem, González. Jó, elmondtam 20-szor a González szót, de nem annyi szó mondtam ebben a részben González szót, mint Phil Collins nevét. Aha, golfklubba akar találkozni velünk, szóval ott sportosan fogok megjelenni, nem ebben a maszkruhában. Jaj, kárnak jöttünk ide a Sunshine Autosalonhoz szerintem. Viszont szerintem limuzin tudunk venni. Aha, golyóálló limuzin, faszom, hát nekem nem kell. Nagyon golyóálló volt a Phil Collins limuzinja is, de kvadrot már elfogadok, köszönöm szépen. Igen, mondhatta Collins barátunk, hogy ki a jóisten fogadtunk fel. Vagy ki a jóisten fogadott fel Barry testőrként ilyen bantu néger, maszkos ember, de mindegy. Mi amúgy már nagy emberek vagyunk, de Phil Collins nem tudja. Jó, beinvitáltam volna egy kurtizán tápos helyre, de hát lövöldöztek, nem tudtam megmutatni a helyeimet. Na mindegy. Jajajaj, óvatosan éleskedj a balra. Jobb. Na. És remegünk a izgalomtól, amúgy, hogy meglátunk egy nagy sztárt. Jaj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 
gyerek is elkezdett volna énekelni. I can feel it coming with the air of life. Ezt énekelt volna, biztos. Na, vagy nem. Ezt nézzétek, mekkora kompak, mekkora ugrajtó lesz. Jaj, a rendőrség, jaj, ba! Csubakka. Na. Hú, ez jó, ez tetszett, ez jó. Be a kotokod. Vigyázat, vigyázat, Coco Jumbo. Az már elmúlt az a szám. Ez már nem lesz ájjájá Coco Jumbo. Destination, unknown. Destination. Supper the flesh. Son, no. Destination, unknown. És ilyenkor szaggatod be a játék. Azt a bűnös, ilyenkor Destination, unknown. Ó. Oh. Meg sem lepődöm már ez, ahogy nincs itt sem. Mit mondtál? Mit mondtál, hogy gyerekem egy büdös nincs gyerekem? Igen, nem mondtad a gyerekemre? Na. Gringo. Gringo. Még gringo. Na minden is átjöttem, mert bebűzölt a fejem ebből a maszkba már napok óta. Na. Sportos ruha. Na így González, megfuttatom. Gyerünk González, lesz le a hájad, be a hájad. Gyorsan González! Fogjunk csak két mazsát! Na. Szóval, na így lesz, jó. Hülye González, balesetes González, hát milyen annak a haja? Jézus már, hát rosszabb, szerintem jobb lenne, ha kopasz lenne. Most attól rátettek izé a pulikutya szőrt, attól még kopasz? Na. Szóval, hol is tartottunk, hol is mondjam el? Sivár kis életemet, meddig mondjam el? Háj, ne. Jó. Szóval legközelebb innen fogom folytatni González az még a golfklubba. Oda meghívom a Luis-t is. Valahol nem. Oda nem hívom meg, mert utána végén még valami snob arisztokrata war lenne. És akkor nem Little Havana és Haiti sarka között lakna. És véletlenül még neki ő lenne egy olyan sarka. Nem az a sarka.
Na mindegy, ebben már nem jövök ki jól. Szóval Gonzászra szokunk legközelebb menni, Reni meg Eva Mendez várhat magára. Jó. Legközelebb innen folytatom. Mi az? Ja, azt hittem Vine. Egészségetekre. Sziasztok!